1900-ban indult a tolnai Sejen fonoda működése. A gyártáshoz a holtákból szivattyúzták a vizet a fonoda melletti tárolókba. A vízellátáshoz ezt a kutat használták, meséli Steinmag Gyula helytörténész. Azért került tulajdonképpen Tolnára a fonoda megépítése, mert itt rengeteg víz állt rendelkezésre, és fölépítették ezt a gyárkutat, amit most hála Istennek rendbe tettek. Bezerédi Pál nagyon helyesen döntött annak idején, hogy ide jött Tolnára a fonodát megépíteni, mert itt víz állt rendelkezésre bőven. Ez az egyik dolog. A másik pedig ez a gyárkút Tolna jellegzetessége is. Ugyanis ha az ember régi, háború előtti Tolna képeslapjait megnézi, nagyon kevés olyan van, amelyiken ez a gyárkút nem szerepel. A Dunaparti kilátó Rozmaier Ferenc nevét kapta. Ő volt az a vállalkozó, aki jelentős vagyonra tett szert, és abból segítette a település fejlődését. Vagyonilag is föllendültek, és ebből a vagyomból különféle építményeket, országutat, aztán a tolnai takarékpénztár létrehozását köszönhetjük Rozmaiernak, aztán egy mai napig látható, egy gyönyörű szép templomi oltárt is emeltetett, 6000 annak idején, 6000 forintért, ami igen nagy pénz volt. Ez az oltár látható ma is a katolikus templomban. A kútra visszatérve évekig senki sem gondolta hasznosítására, míg nem az önkormányzat úgy döntött, olyan épített öröksége ez a városnak, mely jobb sorsra érdemes. A városnak ugyanúgy, ahogy a Duna, meg a bárka, ugyanúgy szimbóluma. Tehát nagyon fontosnak gondoltuk mi mindig azt, hogy ezt valamilyen módon megújítsuk. Úgy tűnt, hogy van forrás arra, hogy megújítsuk a gyárkutat, de tekintettel arra, hogy nem csak a régi épületeket, hanem a régi értékes emberek hagyatékait is szeretnénk valamilyen módon megőrizni, így nem csak egy gyárkút lett belőle, tehát nem csak gyárkútként újítottuk föl, hanem igyekeztünk azon is, hogy valami olyan funkciót találjunk neki, ami újszerű, esetleg vonzó, idegenforgalmi szempontból is vonzó, viszont mégiscsak őrzi legalább nevében azt a régi hagyatékot, amit jelen esetben Rozmaier Ferenc hagyatékaként szeretnénk tovább őrizni. Nyilván a funkció nem a gyárkút, ugyan az épp a létesítmény megújult, tehát új lépcsőt kapott, kifestettük, új tetőszerkezetet kapott, és a közeljövőben, de legkésőbb tavasszal pedig táblát fogunk kihelyezni, nyilván összeállítva Rozmaier Ferenc hagyatékából azokat a fontos lépéseket, amiket a városért, illetve hát akkor még községért tett, úgyhogy mindenképpen egy tábla kerül majd elhelyezésre. Én nagyon szeretném, hogyha minél több tolnai látogatna ide, és azok a nem tolnaiak pedig egy kicsit a Dunaparton azokat a létesítményeket is láthatnák, amik korábban a város életében nagyon-nagyon meghatározó szerepet játszottak. És még egyszer mondom, a Duna, a mi Dunánk, az már nem a Duna. A Dunapartunk is értelemszerűen már nem az a Dunapart, hiszen nincs kikötő. Mint ahogy a laktanyai épület együttes sem azt a funkciót látja el, így ez sem a gyárkúti funkciót fogja ellátni, de még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon fontosnak gondolom, hogy azok a város szimbólumok azok megmaradjanak, és esetleg az unokáink, dédunokáink is még. Úgy, ahogy mi a régi fotókon látjuk a gyárkutat, én remélem, hogy a mi örökösöink is majd ezt a Dunapartot, ha egyszer fotózzák, vagy egy mostani fotót látnak róla, akkor tudni fogják, hogy miért van itt ez az épület, és tudni fogják azt is, hogy ki volt Rozmaier Ferenc.